A rendőrség közlése szerint a komplex közlekedési akció célja a gyorsulási versenyek visszaszorítása, illetve az átalakított járművek kiszűrése volt, és az ellenőrzést a levegőből drón is segítette. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti munkatársai a szolnoki rendőrkapitánysággal, illetve a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kormányhivatal vizsgabiztos és ellenőr munkatársaival együtt egy közös akciót szerveztek az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása ellen. A leleplezett illegális gyorsulási versenyről készült felvételt be is mutatták. Az akció keretében az egyenruhások 2 helyszíni bírságot szabtak ki, 9 szabálysértési feljelentést tettek, és 6 járműnek vonták be a forgalmi engedélyét, mivel azokat engedély nélkül átalakították. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a közlekedés biztonság megóvása érdekében a jövőben is végrehajt ilyen jellegű akciókat. Kérjük a közlekedésben résztvevőket, tartsák be a szabályokat. Ígéretük szerint lesznek még hasonló akciók.